Sziasztok, Freddy vagyok, egy újabb filmbarátok Expresszel, és ismételten csak dokumentumfilm van itt a terítéken. Ákos a TuneUp Podcastből ajánlotta nekem privátban ezt a filmet. Miután beszéltünk a Cinema Paradiso-ról, vagy bocsánat, Cinema Paradiso nevű filmről, és igazából tök érthető, mert ez a film, ez nagyban emlékeztet arra. A filmnek a címe Mozi Mon Amour, vagy eredetiben Cinema Mon Amour. Ez egy 2015-ös HBO dokumentumfilm, egy kis román moziról. Most pontosan megnézem, hol van ez. Karácsonkő. Nem hallottam még erről a helyről, de ott található a mai napig ez a mozi. És azt láthatjuk, hogy hogyan próbálja ezt a mozit fenntartani egy kis párfős társaság, úgyhogy rohadtul nehéz nekik. Tehát nem multiplex, helyenként be se tudják fűteni rendesen ezt a termet, a filmválaszték nem éppen a legaktuálisabb, egész meghökkentő jelenetek is vannak, hogy például DVD-ről vetítik ki a filmet, meg ilyenek, és így az ember gondolkodik, hogy oké, okay. Tehát az értető, hogy már nem szalagról vetítenek, de azt hinni az ember, hogy a digitális vetítés korszakában itt ilyen licenszek vannak, meg ilyesmik, ilyen spéci kulcsok, amikkel lehet úgymond licenszet vásárolni, nem, ők DVD-vel, úgyhogy nem tudom, mennyire legális a dolog, de biztos meg lehet oldani. Nos, ezt láthatjuk tényleg olyasmi, mint a Cinema Paradiso-ban, hogy egy megszállott ember próbálja életben tartani az egészet. Annyi a különbség, hogy a Cinema Paradiso-val ellentétben itt a mozinak a múltjáról viszonylag keveset tudunk meg, és ezt tényleg nagyon sajnálom, mert tényleg csak egy ilyen betekintés az aktuális hétköznapjaikba, ami nem rossz, de én azért elvártam volna, hogy tényleg láthassuk, hogy a 70-es években hogy ment ez, meg ilyenek. Szóba kerül az is, hogy a mozik azok Romániában állami tulajdonban vannak. Állítólag a kiírás szerint már csak 30 darab létezik országosan, és abból egy ilyen, mint ez a kis magán egytermes kis mozicska. És hát 31 akkora ország, mint Románia, azt a mindenit, tehát az nagyon-nagyon kevés. Nos, azt láthatjuk, hogy tényleg ilyen gettó módszerekkel próbálnak napról napra életben maradni, hogy olyan hideg van a nézőtéren, hogy plédekkel mennek be a nézők, meleg teát visznek be nekik a film közben, meg ilyen sufni módszerekkel próbálják aztán befűteni a termet, amikor kint óriási mínuszok vannak. Ja, úgyhogy ezt láthatjuk, a film szerintem jobb kezekben jobb lett volna, mert nagyon érződik, hogy valahogy a készítők nem teljesen tudták, hogy mit hozzanak ki ebből az egészből, és 70 perc az egész film, tehát simán lehetett volna még berakni jeleneteket. Például a film az teljesen lezáratlan szerintem, mert utóla kellett néznem, hogy ez a mozi még tényleg létezik, hogy néz ki most, sokkal modernebben néz ki most, mint amit a filmben láthatunk. Úgyhogy ezt egy kicsit hiányoltam, hogy a vágási folyamat után még egyszer utána járjanak, hogy mi a helyzet ezzel a mozival. Nem, egyszerűen vége volt, úgyhogy ezt én kicsit ilyen elbaltázott befejezésnek tartom. Meg ami a filmben még tetszett, hogy ez az üzemeltető, ez egyszer elment Németországba, meghívták oda, hogy néz ki ott egy mozi, és teljesen el van ámulva, hogy gyerekek, ez a színvonal, amit mit csinálunk otthon, ez pocsék ehhez képest, meg ilyenek. Úgyhogy tényleg egy kis érdekes, szerethető kis film. Technikailag nem a legjobb szerintem, sokkal többet kellett volna hozni belőle, de könyörgöm, 70 perc a film, tehát nagy veszteség nem ér benneteket, ha így is megnézitek, mert tényleg egynek teljesen jó. HBO Go-n fenn van, úgyhogy igazából semmi akadály, hogy megnézzétek. Szerintem, ha érdekel benneteket ez a téma. Sziasztok!